Sok szeretettel köszöntök mindenkit, jön tehát a Románia-Skócia döntője a selejtezőknek. Ezen a meccsen dől el ugyanis, hogy melyik csapat fog ott lenni az Európa-bajnokságon a kizárt ukránok miatt, az Európa-bajnokságon a kizárt ukránok miatt, hiszen egy hely így felszabadult, és hát 8 csapat indult, már csak 2 marad, de a végére majd csak egy fog lenni, és az fog bejutni majd a C csoportba, Ausztria, Izland és Hollandia mellé. Ráadásul mind a skótok, mind a románok rendeznek EB meccseket. Úgyhogy meglátjuk, melyik csapat játszott akár hazai pályán. Románia, Skócia, tehát a San Siro, Milano ad most ezúttal otthont és semleges pályát találtak ennek a meccsnek. Itt van a románok kezdője, Tatarusanu véd majd. Megint csak. Aztán Bancsú, Nedelklau, Rus és Mogos a védők. Mitrica, Stancsú, Baluca, Deac a középpályán, illetve majd előkezd Uszkasz, illetve Keserű. Úgy így állnak fel a románok a mai mérkőzésre. Mind a két csapat 2 meccset játszott ideig, hogy eljusson. Ugye Románia 4-2-re verte Bulgáriát és 3-2-re Szlovéniát. Míg a skótok 2-0-ra az északíreket és 1-0-ra a görögöket, a 8 csapatból egyedül a skótok azok, akik nem kaptak gólt. És hát ugye a 4 csapatból, amely nem kapott amely hát ugye legalább 2 meccset játszva nem kapott gólt, úgyhogy minden skótoknak jó a védelmük, meglátjuk, hogy ma is tudják ezt folytatni, mert akkor az akár EB-hez vezethet. Meg Gregor véd, Robertson, McKenna, Cooper, Tierney alkotják majd a skótok védősorát. Középpályán pedig majd McTominay, Fraser, Fleck, McGinn és Forrest. Elől pedig majd McBurney kezd. Románia, Skócia. Kezdődik az összecsapás, sárgában láthatók a románok, és a skótok pedig kékben. Ugye, én mondtam, Milano ad otthont ennek a meccsnek, egy semleges pályán rendezik a San Siroban. Ráadásul Olaszországban. Az Inter és a Milán stadionja ad otthont ennek a meccsnek. Olaszország rendezni fog majd ugye mondom EB meccseket, de nem a San Siro, hanem, és nem is Milano, hanem majd Róma, a Stadio Olimpico, Róma és a Láció stadionja, ahol majd holnap, tehát pénteken már a nyitó meccs lehet tartani az EB Olaszország, Törökország. 2 rendező város lesz, amelynek nem lesz ott a csapata, ugye Baku Azerbajdzsánnal, illetve majd vagy Bukarest Romániával, vagy Glasgow Skóciával. Korábban még úgy volt, hogy ugye Brüsszel is rendez meccseket, de mivel nem volt biztos, hogy elkészülődik Belgiumban a stadion, ezért ott visszavonták a rendezés jogát. Ez pedig nagyon nagy labda! Fraser helyzetben gól! 11. perc, megszerzi a vezetés Skócia, és úgy néz ki, hogy Skócia kijuthat bizony az Európa bajnokságra, hiszen Románia ellen is előnyben a skótok. Az északírek és a görögök után úgy néz ki, a románokat is meg tudja verni ez a skót csapat. Amely Izraelt kiejtve ugye nálunk a norvégok ellen vérzett el a playoffban, de jött ez a lehetőség, és egyelőre úgy néz ki, hogy a skótok élnek vele. 1-0 Fraser góljával Skóciának. Ryan Fraser góljával Románia, Skócia 0-1. A románok eddig mind a két meccsükön kaptak 2 gólt, viszont 7-et rúgtak. Skótok csak 3-at rúgtak, viszont ugye 1-et sem kaptak. És a románok ugye rendes játékidőben csak 1-et nyertek, ne felejtsük. Fleck, meg Burnie. Kapja ott Fraser. Fraser még, Fraser, Fleck. Fleck az jó, meg Burnie. Rus. Tatarusanu. Bancsú. Mitrica. Tierney. Forrest. Puskas. McKenna. McTominay. Fleck. Fraser. McBurney. Deac. Stancsú.
Giorgio Puskás előtte. De hát Puskás eddig a meccs első helyzete bent gól lett, úgyhogy eddig 100%-os helyzet kihasználással, Fraser góljával vezet Skócia, és úgy néz ki, hogy Románia is ki fog esni. De hát nem nagyon, úgymond a meccs elején járunk, még az első harmadának sincs vége a meccsnek. Keserű. Cooper. Szóval azért, hogyha a skótok remekül ugyanolyan jól védekeznek, mint eddig az északírek és a görögök ellen, akkor itt már az EB szereplése nem lesz probléma. Fraser. És egy Ukrajna helyett Skócia lehet ott a C csoportban. És játszhat Hollandiával, Ausztriával, illetve Izlanddal. Ugye Izland kiutása is hasonló volt, mint most lenne a skótoké. A D-liga nem tartalmazott FIFA 20-as csapatot, ezért Izlandot indították helyette. Itt pedig Tatarusanu védi a lövést. Meg Burnie lőtte el. Kivédte. A Lyon kapuja, kapusa, Fleck, Rus. Belucca. Stancho, Diaz. Puskás. Keserű, ebből jöhetnek most a románok. Stancho, Mogos. Indul Stancho. Megtolnák Cooper mellett, de Cooper. Robertson. Robertson. Rus. Stancho. Puskás. Robertson. Megint. Fraser. Én mindig Fraser Belica. Magos. Del Claro. Puskás. Ebből most sietnek akár a románok. Mégnek helyzetük nem volt az első fél időben. Nem hiába jó ennyire ez a skót védelem. Ez most bebizonyosodott. És hát ha kijut ezzel Skócia az EB-re ezzel a védekezéssel, akár még a csoportból való továbbítás, akár csoport harmadikként legalább összejöhet a skótoknak. Mint az első fél idő vége, Románia-Skócia 0-1, Fraser góljával vezetnek a skótok, nem tudira most meccs, de legalább volt egy gól. És a török játékvezető sípszavára, mert Yildiraz játékvezető sípszavára indul a második fél idő. Ugye, két lövés volt mindössze az első fél időben, ugye az egyiket Tatarusanu fogta, előtte pedig ugye ott volt Fraser gólja, 2-0 a lövések aránya Skóciának, úgyhogy mindegy, nem volt egy nagyon nagy meccs, de azért mégiscsak nagy jelentőséggel bír. És talán a hét selejtező meccsben erre a legtöbben kíváncsiak, erre a nagy döntőre, ahol eldől, hogy melyik csapat jut ki a 2020-as EB-re az ukránok kizárása. Ez viszont egy hiba, Puskás megszerzi. De hát ott a labda, keserű helyzetben, nagy védés és kipattanóból pedig egyenlítenek a románok, Claudio Keserű, 51. perc. Elaludtak a skótok, ezt jól lejátszották, nagyon nagyot védett a kapus, de kipattanó pont Keserűhöz kerül, és Skóciának is van már így kapott gólja. 1-1, kiegyenlít Románia. Most talán a meccsnek tényleg jót tett egy ilyen egyenlítő gól, mert most tényleg mind a két csapat támadhat a győzelem. És ezzel az EB jog megszerzéséért tírni. Forrest dobhatnak majd a románok, ez most így egy hiba volt. Tehát kicsit beletörődtek ebbe az 1-0-ba, úgy érzem a skótok. Viszont azért azt nem mondom, hogy semmiből találták a gólt a románok, de tényleg majdnem. Tehát jöttek így előre, aztán hoppá, Keserű zicserbe volt, ki is hagyta, a kipattanóból pedig kiegyenlített. Úgyhogy igazából mind a két kapusnak volt bravúrja. Vagy védésem, azért Tatarusanunak azért nem kell hatalmasat ott védeni, és mindkét csapatnak van egy-egy gólja, abból a két-két lövésből, amit az ellenfél kapujára eresztettek. Megint megbörni. A románok 4 évvel ezelőtt ott voltak az EB-n, a skótok nem, a VB-n egyik csapat sem volt ott. Most pedig egy-egyes döntetlennel egyelőre nem tudni, hogy melyik csapat lesz ott az EB-n. Ugye Grúzia, Fehéroroszország, Észak-Macedónia és Koszovó lett volna a D-ligából, tehát egyik sincs benne a FIFA 20-ban, ezért helyettük kellett indítani Izlandot. És ugye, mivel Ukrajna sincs, ezért az ukránok helyett kell indítani valakit. Így jött létre ez a selejtező torna, amelynek most már a döntőjében vagyunk. A román-skót meccsen Nakena. Forrestnek nem jó a labda. És jöhet az első csere a meccsen, cserélnek a románok a 66. percben.
Meg Börné megy le, és jön a helyre Brafi, aki ugye cseneként beállva még azon a norvégok elleni pócsi lejtetőn, amit közvetítettünk, Nisztor váltotta be Lucát közben. Szóval azon a meccsen, ugye Brafi cseneként beállva kiegyenlített Skóciának, akkor szinte a semmiből, igaz a végén kaptak még egyet, és így kettőre kikaptak, és Norvégia jutott ki ugye az EB-re. De hát azért így is. Nagy. Nem túl nagy, de azért kisebb hős volt Brafi, azzal cseneként beállt és gólt lőtt. És most az északinek ellen kezdő volt, a görögök ellen, ha jól emlékszem, pályára sem lépett Brafi. Itt pedig most megint kap cseleként lehetőséget. Tirni, megint! Elővi megint a mellé! Ez nagy helyzet volt. Ráfordult megint. De nem talált el a kaput, az északírek ellen duplázott. Alibec jött Puskás helyre. Cseréltek a románok. Alibec cseleként beállva egyébként 3-2-re megnyerte a szlovének elleni meccset a 119. percben Bukarestben a románoknak. És így jutott tovább Románia. Keserű. Alibec. Az jó, Báncsú. Báncsú beadása veszélyes! Megint. Jöhetnek a skótok, megint. Az jó lehet, Brafi, Rus, és Rus kirúgja Brafi elől. Stancsú megy le, jön a helyre Budescu. McTominay, megint, McTominay, Brafi, Brafi fordul be, Brafi, jó labda, Forrest! Forrest, egy cseh, Forrest adja be! Sikerül kifejelni a Niederklaudnak, Budescu. Mitrica. Nisztor. Dac. Mitrica. Budescu, Mitrica. Keserű. Budescu. Báncsú. Pirni. Megint. Fleck. Forrest, most mehet ebből a skót csapat. Forrest az jó, megint. 90. perc sarokkal, Forrest. Ez sikerült Brafiára kivágni. 2 perc a hosszabbítás, de azt hiszem, hogy itt lesz még több is. Mondjuk 2x15. Megint. Megint. Beteszi Brafi. Brafi! Fleck! Fleck lövi el gól! Skócia jut ki az Európa bajnokságra, nem lesz itt 2x15 perces hosszabbítás. Vezetnek a skótok a 93. percben. Fleck a gólszerző. Előtte, és jól tette, hogy előtte. 93. perc, vezet Skócia. Fleck. 1-2. Újra vezet Skócia, de itt a románoknak már támadása sem lesz idejük. Úgyhogy Románia kiesik, Skócia pedig ott van az E-Euro 2020 az E-Európa bajnokságon. John Fleck góljával. És így a románok is kiesnek. Skócia van tehát ott az EB-n, és így Glasgow-ban. Skócia játszhat majd valószínűleg meccsöket, ha úgy kerül csoportbeosztásba. Minden esetre Románia-Skócia 1-2, kérem szépen. Skócia kijut az Európa bajnokságra, románok pedig kiesnek. Végül ezt a mini tornát a skót válogatott nyerte meg, azt hiszem teljesen megérdemeltem. És bizony érdekes lesz majd ezt a skót csapatot ott figyelni azon az Európa bajnokságon, úgyhogy igazából a britek közül egyedül az északírek maradnak így le az EB-ről. Románia-Skócia tehát 1-2. A skótok nyertek ezt a kis tornát.